Tolna napra forgó utca. Ez a város utolsó olyan utcája, mely nem rendelkezik szilárd útburkolattal. És bár ez a város periférikus területén lévő terület, számos építkezés is zajlott itt az elmúlt időben. A város vezetésének szilárd elképzelése, hogy megoldják az itt élő gondját. A kiinduló pont az az, hogy legyen egy engedélyes tervünk, és akkor tudjuk hozzáigazítani a telkeket, és utána dönthetünk arról, hogy megépítjük az utat. Én azt szeretném, és nyilván a képviselőtársaim is azt szeretnék, az ott lakókon kívül, hogy ott is legyen szilárd útburkolat. A Tolnát átszelő közút építkezéséről több alkalommal beszéltünk már az elmúlt időben. Hiába a felújítás a leterheltség okozta problémák nem szűntek meg. Éppen ezért vág össze a város egyik legnagyobb gazdasági egységének és foglalkoztatójának, valamint az önkormányzatnak elképzelése arról, nyíljon új kijárat a belső területek és a hatos főközlekedési út között. Nyilván nekünk az a dolgunk, hogy ezeket a nagy cégeket is valamilyen módon segítsük, de tehermentesíteni a Gém utcát, illetve a most felújított 51-12-es utat, mert ide azért nagy kamionok is hoznak-visznek árut, tehát fontos ennek a tehermentesítése. Apelsza Felegner szerint ez egy hosszú folyamat kezdetét jelenti, hiszen telkeket kell venni vagy kisajátítani, és ezt követően kezdődhet meg a tervezés. De bízik abban is, hogy néhány éven belül pozitív változás áll majd be Tolna közlekedésében az új út megépültével.